Kedd reggel nagy volt a nyüzsgés a kaposvári Kinizsipár élelmiszeripari technikum és szakképzőiskola előtt. Mindenki a tanulók által készített pékárukra volt kíváncsi. Ezentúl ebben a tanboltban lehet majd hozzájutni a termékekhez. Én 2022 óta vagyok az iskola igazgatója. Előtte oktatóként dolgoztam az iskolában, és gyakorlati tantárgyakat tanítottam mindig, és nem voltam a gyakorló helyen. És folyamatosan láttam azt, hogy azok a termékek, amit elkészítenek a tanulók, azok milyen jó minőségű termékek. És mindig azon gondolkoztunk mi oktatók, hogy milyen jó lenne, ha ezt közzé tudnánk tenni, és mindenki meg tudná vásárolni. És 2022-ben én, amikor igazgató lettem, akkor felvetettem a centrum számára ezt az ötletet, és ők teljesen fogadóképesek voltak, és mellém álltak, és támogattak, és úgy jutottunk el idáig a mai napig, hogy ezt a boltot át tudjuk adni. Az intézményben mindig sikerszak a pék és a cukrász, sok fiatalt érdekel ez a szakma. Igazából régen is imádtam már sütni, meg főzni, anyának mindig segítettem, és nagyon közel áll hozzám. Amikor mondjuk rossz kedvem van, akkor is felvidít egy jó sütés, és a jövőben is valószínűleg ebben szeretnék elhelyezkedni, szeretnék mestercukrász lenni, és nyitni egy cukrászdát. A gyakorlati órákon készített kenyerek, kiflik, vagy akár a kakaós csigák is a tambolt polcaira kerülnek. A vásárlók pedig jóval a piaci ár alatt vásárolhatják meg a pékárukat.